Asher, Kedeshoni, Benitz Weissor, Vetzivoni, Ligbaia, Ez Hamzuzo. Amen. Áldást mond Markovics Zsolt miskolci főrabbi az új ortodox emlékház épületére, és felhelyezi az imát tartalmazó mezőzét az épület ajtajára. Új rendezvényterem és interaktív kiállítótér várja az ide látogatókat. Mennyire fontos a hagyománytisztelet, mennyire fontosak az előírások és a törvények, és ennek egyfajta jelképe a mezőze, amelyet, ha egy elkészül egy új otthon, ha elkészül egy új épület, akkor az az első dolog, hogy ezt feltesszük, hogy innét kezdve ez szimbolikusan és jelképesen az örökké való védelme alatt álljon. Nagykállóban a régi zsidó temető a mai napig a haszid zsidók zarándok helye, ugyanis itt található Taubizsák ezéki csodarabbi sírja. Zima András kiemelte, a zarándokház létrehozásával az volt a céljuk, hogy a kelet-magyarországi zsidó életvilágot tudják bemutatni, amely nagyon más, mint a budapesti vagy a nyugat-magyarországi. Magyarországra két zsidó típus érkezett a 18. századtól kezdve. Az egyik egy úgynevezett közép-európai, akik Morvaország felől vándoroltak ide, és ők egy egészen más világban éltek. Ide Nagykálló környékére leginkább Galíciából érkeztek zsidók. Ide is jöttek, erre a környékre is jöttek Közép-Európából, de ők a térség nagyvárosaiba költöztek, és ők adták a zsidó krémet, a zsidó elitet, a nagyvállalkozók, a nagypolgárok, az értelmiségiek. Ők valóban nem jöttek ide egy haszid környékre. Ők egy más világban éltek. Persze most már mindenféle zsidó jön ide, mert az emberek keresik a spiritualitást, és sokszor úgy gondolják, hogy az autentikus zsidó világot látják itt, vagy kapják itt. És ezt a kettősséget is próbáltuk behozni ebbe a kiállításba. A beruházás 5 különböző helyszínen jött létre. Hunos Péter, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója elmondta, az ideérkező zarándokokat végre méltó körülmények között lehet fogadni. A kinti ortodox zsidóság, amikor idejött, akkor egyszerűen áldatlan állapotok voltak, anélkül, hogy egy ilyen hely, ahol imádkozni tudnak, ahol mindenféle szükségleteiket ki tudják elégíteni, enni tudnak, stb. És hát azt reméljük, hogy itt a környéknek a idegenforgalmát, szállodai, üzleti és egyéb lehetőségeit fogják majd kihasználni. Tehát minden ilyen kis darab, kis szelet, amit mi itt létrehozunk, az hozzá fog járulni, én azt mondom, hogy az itteni turizmus, mondjuk az, hogy eme szegletének, ahogy én mondtam itt a bevezető szövegben, a élénküléséhez. A beruházás Nagykálló mellett Miskolcon, Makón, Nyírtason és Sátoraljaújhelyen is megvalósul. A település szellemi örökségének megőrzése mellett fontos volt egy olyan emlékház létrehozása, amely bemutatja a haszid zsidó közösségek korábbi hétköznapjait, illetve közösségi térként funkcionál a zarándoklatra érkezőknek.